15 most nem színpadon lévő tagot foglalkoztatott. A következő dalunkkal ezt a 15 embert szeretnénk köszönteni, azt, akik valaha is megfordultak a Katedra együttesben, akik zenéltek. Ha megengeditek, nem hiszem, hogy unalmas, felolvasnám névsor szerint, hogy kik is azok. Gál Zsófiát köszöntjük, Horváth Adrient, Magyar Andreát, Pribék Nórát, Szabó Csillát, Szabó Zoét, Szeles Nórát, Takács Esztert. Ők a lányok. A fiúk. Császár Tamás, Hoffer Péter, Novák Antal, Sas László, Tolnai Ferenc, Varga Péter, Vörös Ferenc. Ennyien játszottak, ennyien maradtunk. A katedrából egyébként nagyon könnyű kikerülni. Most már lassan úgy vagyok próbálni is, hogy nem merünk elmenni WC-re, mert attól félünk, hogy mire visszajövünk, nem merünk katedrából. De egyelőre, ma este még öten vagyunk. Az a szám, amivel mindenkit köszöntünk, de különösen ez a 15 ember, az a szám az, amin mindenki túlesett, hiszen a legelső dalaink közé tartozik. François Villon és a Nagy Testamentum 173 oktávájából, 8 soros verszakából egy, a címe Tanultam volna. Tanultam volna, ó egek, ifjúságom bolond korában, íz lett volna a becsület, volna most házam, puha ágyam, de én az iskola meget csavarogtam, bitang fiú, ezt írva most majd megreped a szívem, olyan szomorú. Tanultam volna, ó egek, ifjúságom bolond korában, íz lett volna a becsület, volna most házam,